3 gyümölcsfa, 1 díszfa, 12 termőcserje és ugyanennyi fűszer és gyógynövény kapott helyet a bátaszéki óvodában egy sikeres pályázatnak köszönhetően. A kereskedelmi és hitelbank pályázatára lettünk figyelmesek, mivel mi zöld óvoda lettünk, és 3 éves projektben vállaltunk különböző teljesülési feltételeket, így ez a kereskedelmi és hitelbanknak ez a pályázata nagyszerűen illeszkedik a mi ilyen irányú elképzelésünkhöz. Vállaltuk, hogy fűszerkertet, gyógynövénykertet gondozunk, illetve létrehozunk és gondozunk a gyerekekkel. A növényekkel gondolatokat is ültettek a kertbe. Fákat, hogy testőreink legyenek a klímaválság kezelésében, gyógy- és fűszernövényeket, hogy támogassák egészségünket, és hogy gondozásukkal a gyerekek minél közelebb kerülhessenek a természethez. Süni élőhelyet is telepítenek, tehát nem csak a növénygondozás, az állatok gondozása, védelme is beletartozik ebbe a projektbe. Madáretetőket, madáritatókat fognak kihelyezni, elhelyezni, és hát ezt a gyerekekkel majd a későbbiek során gondozni fogjuk. Sok faj a fennmaradásáért küzd az élőhelye eltűnése, a klímaváltozás vagy a környezetszennyezés miatt. A legtöbb, amit tehetünk, hogy óvjuk az állatok élőhelyeit, fákat, növényeket ültetünk, és a környezetvédelem fontosságával megismertetjük a következő generációkat. Ne feledjük a híres környezetvédelmi aktivista David Brower gondolatait. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.